Tehát a gyógyászati kannabisz jövője Magyarországon a témánk, és Pálfiné dr. Pór Rita Erzsébet az első előadónk, aki az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet módszertani és egyedi igénylések főosztályának a vezetője. Nagyon fontosnak tartom, hogy ő elfogadta a meghívásunkat, és eljött ide, és beszél ezekről a kérdésekről, úgyhogy ezért nagyon hálásak vagyunk neki. Ő tagja több nemzetközi szervezetnek, szerepet vállalva azok gyógyszerhamisítás elleni munkacsoportjaiban és a gyógyszerési gondozás munkacsoportban. Állandó meghívottként részt vesz az Egészségügyi Szakmai Kollégium kórházi klinikai gyógyszerész tagozat és tanácsülésein, és szakmai tanácsaival hozzájárul a kórházi gyógyszerészet előmeneteléhez. Előadását pedig a kannabisz és a kannabianidok gyógyászati célú engedélyeztetéséről tartja. Tisztelettel köszöntöm Önöket. Ennek a blokknak a címében én azt látom, hogy a jövőről kellene beszélni. Én Önökre bízom, hogy a jelen ismertetésével kicsit közelebb jutnak-e a jövőhöz. Próbálja az intézet ezt is előrevetíteni a tevékenység ismertetésével, hiszen én itt az intézetet képviselem. A kannabisz gyógyászati felhasználásának engedélyezéséről szeretnék pár szót. A felépítése az előadásnak egy rövid történelmi áttekintés, utána egy nemzetközi kitekintés, bizonyára volt mindegyikről már itt szó, igazán csak egy rövid összefoglaló, és a végén ismertetném azokat a lehetőségeket, amik jövőben mutató módon a kannabisz használatának orvosi vonatkozásai. Történelmi analógiákban beszélünk. Magyarország számára Kabai János óta a mák alkalódja az ópium sikertörténete kapcsán. Ez az analógia könnyen megragadható, hogy amíg az ópium és származékai először voltak gyógyszerek, és utána lettek felismerten kábítószerek, addig hogy mit mondhatunk a kannabisz esetében erről. Már az Ebers papirusz is megemlékezik az ópiumról, de a 16. században Paracelsus mondja ki először, hogy van egy csodálatos hatású szerem, mint laudánumnak, azaz dicsérendőnek nevezem, mert ez mindenek felett áll, ha enyhíteni kell a haldokló szenvedéseit. Kannabisz esetében inkább azt mondhatjuk, hogy előbb volt élvezeti szer, vagy kábítószer, és csak később válik gyógyszerré. Mindenképpen megnehezíti ez a legalizálást természetesen. Ismét visszatérve az ópiumra, 18. század második felében fedezik fel, és publikálják az orvosok, hogy a lelki függőségen túl fizikai romboló hatása is vannak az ópiumnak. És hosszú időnek kell eltelnie, amíg nyilvánvalóvá válik a fizikai függőség ópiátok esetében. A kender alapú gyógyászati termékeket egy kicsit háttérbe szorította az 1850-es években az injekciós technika elterjedése, tehát ez mindenképpen egy féket jelentett a gyógyszerré válás útján. Magyarországon az orvosok, lévén az orvosi szakma, egy empirikus szakma, egy folyamatos párbeszéddel a beteggel, egy állandó tapasztalati úton vannak, de az eszköztáruk evidenciákon alapuló gyógyszereket jelentenek. Ezt főleg az angol nomenklatúrából lehet megérteni, hogy mit is jelent az evidencia. Angolban a proof, az bizonyíték, az evidencia pedig az a fajta bizonyosság, ami mindent visz, ami kétséget kizáró. Vagyis szeretnénk, hogyha az eszköztárunkban szereplő gyógyszerek ilyen minden kétséget kizáró evidenciákon alapuló készítmények lennének, így a forgalomba hozatali engedélyezés során egy B-szintű evidencia szükséges, legalább egy randomizált, kontrollált klinikai vizsgálat, szignifikáns eredmény, hogy egy készítményről azt mondhassuk, hogy gyógyszer és biztonsággal alkalmazható. Bizonyításra vár a kannabisz növény esetében, hogy a benne lévő hatóanyagok közül
a CBD használata mire, pontosan mire vonatkozhat. Aztán, hogy a THC, tudjuk, hány ingerét, vágycsökkentés, szklerózis multiplexel járó görcs, epileptiform görcsök, epilepszia, krónikus fájdalma, glaukóma, krónbetegség esetében hatásos. Biztos, hogy elhangzott ez a korábbi előadásokban. És vannak szakirodalmi adatok arra, hogy a CBD és a THC együttes használata szükséges a jól kialakítható hatásért. Tehát valami fajta egymásra hatást is vizsgálni kell. Azt is tudjuk, hogy megmondható a THC, ami felelős a tudatmódosító hatásért, tehát kimondható róla ez, és ismert még a hányás csökkentő hatása. Erre vonatkozóan klinikai vizsgálatok folyamatban vannak, egy spray formátumú készítménnyel kapcsolatban. A CBD-vel kapcsolatban azt mondhatjuk, hogy néhány THC-szerű hatással is rendelkezik, de jelentősen alacsonyabb a pszichoaktív hatása. Tehát nem mondok ezzel, gondolom önöknek újat a nap vége felé. Tényként sorolom még ide azt az MTI hírt, hogy a német kormány beterjesztett egy javaslatot, miszerint engedélyezni a kannabisz gyógyászati célú fogyasztását. Kicsit déjà vu érzésünk lehet, mert a B-Pharm, ami a magyar gyógyszerhatóság német megfelelője, involvál egy úgynevezett kannabisz ügynöksége, tehát a gyógyászati termékekre létrehozott hatóságban működne egy olyan szabályozó intézmény, amely az alapanyag importját, termesztését felügyelni. Ez egy kicsit ma az ENKK felügyeleti hatósági szerepének felelhet meg. Aztán, ha rápillantunk a világ térképre, akkor különféle színeket látunk, hogy hol legalizált és hol dekriminalizált ez a készítmény, vagy a belőle létrejött készítmények, tehát a kannabisz. Ugyanígy az FDA álláspontját is muszáj érvként idehoznunk. Az FDA álláspontja erősen hasonlít a magyar álláspontra, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre olyan nagyszámú beteg bevonásával igazolható hatásosság, biztonságosság bizonyíték, amit a magyar hatóság is elvárna. Rátérnék a magyar helyzetre. Tehát a kannabisznak és a kannabinoidoknak azt mondjuk, hogy helye lehet számos betegség kezelésében, a gyógyításában jelenleg úgy látjuk, hogy nem. Megfelelő, nagyobb, kiterjedtebb, nagyobb betegszámra vonatkozó klinikai vizsgálatra lenne szükség. Magyarországon, mint említettem, jelenleg is végeznek ilyen klinikai vizsgálatot, tehát nem lehet mondani, hogy Magyarország elzárkózik az új ismeretek elől. Fontos a biztonsági profil, tehát itt a biztonság is egy gyógyszer jellemzője, nem csak a hatásosság. Hiszen a benefit-risk arány mindenképpen pozitív kell, hogy legyen egy gyógyszernél, tehát a hatásosság felül kell, hogy múlja a kockázatokat, és a minőségi standardokra is oda kell figyelni. Bizonyára elhangzott, hogy termőföldtől, genetikai mintázattól függően más a THC tartalom, tehát itt a standardizálás egy növényi eredetű hatóanyag esetében külön kiemelt figyelmet igényel. Ugyanígy a tisztaság, amit hajlamosak vagyunk növényi eredetű készítmények esetén nem kellő figyelemmel kísérni, megint csak fontos lehet. És eljutottunk az előadás fő témájához, tehát a jelenleg adott lehetőségekhez, vagyis hogy az a kulcs ebben a kérdésben per pillanat Magyarországon a különös méltánylást érdemlő betegellátási érdek. Azaz kijelenthető, hogy a magyar betegek sincsenek magukra hagyva, és nincsenek olyan helyzetbe kényszerítve, vagy feltétlenül illegális utakat keresenek, hanem van egy legalizált módja a használatnak. Egy adott beteg szakorvosa kérelmezheti egy megfelelő formában az OGI-től ezt az engedélyt. A behozatalhoz ENKK engedély is kell, mivel jelenleg kábítószerről beszélünk.
A 44/2004-es ESCM rendelet mellékletében lehet ezt a formanyomtatványt megtalálni. Én a járóbeteg gyógyszerigénylő lapot emeltem ide be, de kórházi, például onkológiai kezeléseknél is, ha ez a készítmény, vagy ezek játszanak, akkor igényelhető, legális keretek között felhasználható lenne. Folyamatosan feltételes módban beszélek. Egy másik jogintézmény az indikáción túli gyógyszeralkalmazás. Tehát amikor nem megfelelő szintű az evidencia, akkor mód van egy másfajta jogintézményen belüli rendelésre. Megint csak az orvos az, aki e mögé a rendelés mögé áll. És a felelősségvállalást is hangsúlyozni szeretném, hogy erősen az orvos viseli. Itt a magyar állam felelőssége sokkal csekélyebb, mint egy forgalomba hozatalra engedélyezett készítmény mögött. A forgalomba hozatali engedélyezés, ahogy mondtam, egy magasabb szintű evidenciát feltételez, egy off-label, tehát a labeltől az alkalmazási előírástól eltérő gyógyszeralkalmazásnál egy 3-as, 4-es szintű bizonyíték, esetleg szakmai kollégiumi állásfoglalás, egyedi kezelési adatok, nem szignifikáns eredmények is elfogadhatóak. Tehát akár önmagunk kontrolljai lehetünk, ha egy jó érvelést tud az orvos az off-label igénylés mögé tenni, hogy az adott betegre ez kiválóan hatott, és mondjuk egy szakirodalommal meg tudja támogatni, ez is lehetőség az alkalmazásra, ez a jogintézmény is. Ez 2008. júliusa óta áll rendelkezésre. Addig büntetőjogi kategória volt az alkalmazási előírástól eltérő gyógyszeralkalmazás. Ez a jogszabály 2008. július 1-e után jelent meg, tehát július 1-e után lépett hatályba pontosabban, és innentől kezdve legális az alkalmazási előírástól eltérő gyógyszeralkalmazás. Teljesen friss egy harmadik jogintézmény. 2016. május óta a Compassion Use lehetőséget teremt arra, hogy legalább kettes fázisú klinikai vizsgálaton túl haladt készítmény esetében is alkalmazás történjen, illetve bevonható legyen egy folyamatban lévő kettes fázisú klinikai vizsgálat kívülálló szereplőjeként a beteg egy ilyen programba. Vagyis amikor lezárul a beválasztás a kettes fázisba, de mégis felmerül egy igény, akkor a Compassionate Use jogintézmények keretén belül a részletezett hát mellékkörülmények betartásával, tehát hogy kérelmet kell beadni, a beteg életét veszélyeztető vagy maradandó károsodást kell bizonyítani kortörténeti összefoglalóval, illetve hogy a betegnek alá kell írnia, hogy beleegyezik ebbe a kezelésbe. Tehát lehetőség nyílik mindenképpen annak kizárásával, hogy természetesen nem tiltott kereskedelmi gyakorlat a cél, hanem a tünetek enyhítése erre a jogintézményre is. Jelenleg az információs osztályunkra ezek az indikációk, amelyeket felírtam, érkeztek kérdésgyanánt, de kérdés kérdést ér, és valahogy mégis azt látjuk, hogy a végkonklúzió az, hogy az OGI-hez magas THC tartalmú EU más tagállamában törzskönyvezett, tehát forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer egyedi behozatalára vonatkozó kérelem eddig nem érkezett. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket. Talán egy hasonlatot hadd mondjak el, hogy a tudásunk, amit itt mindig próbálunk növelni, olyan, mint egy táguló gázgömb, hogy minél nagyobb, annál nagyobb felületen érintkezik az ismeretlennel. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük szépen ezt az előadást, és meg is válaszolta azt a kérdést, amit én fel akartam tenni, hogy van-e tudomásuk olyanról, aki legálisan hozzáfért az orvosi kanabiszhoz. Érdeklődéssel figyeltem, hogy még nem érkezett önökhoz ilyen kérelem. Mi egyébként a Társaság a Szabadságjogokértnál dolgozunk most azon, hogy akár több kérelem is érkezzen önökhoz, és hogyha itt a nézők között van olyan, aki ez érdekelne, akkor a taskukac.hu-n várjuk a jelentkezést. Nagyon szépen köszönöm. Van-e a közönségben bárkinek kérdése Ritához?
Amennyiben nincs, akkor köszönjük az előadást, és akkor most a kerekasztal előtti utolsó, de nagyon fontos prezentáció a Magyar Orvosi Cannabis Egyesület bemutatása lesz. Ez az első olyan magyar szervezet, amely a potenciális magyar gyógyászati cannabis páciensek számára nyújt információkat és érdekvédelmet. Az egyesület tevékenységéről az elnök, Szelestei Miklós fog beszámolni, aki egyben hasznos tanácsokat nyújt a cannabis terápia iránt érdeklődők számára, és a prezentációja során egy érintett szülő is megosztja majd velünk a tapasztalatait. Úgyhogy fogadják őket sok szeretettel. Köszöntök mindenkit! Az előadásom során szeretném ismertetni a Magyar Orvosi Cannabis céljait, és azt, hogy mik a terveink, milyen ötleteink vannak, hogy hogyan lehetne bevezetni a cannabiszt a gyógyászatban. Ezen kívül szeretnék beszélni az orvosi cannabisz gyógyszerként való használatáról, valamint a gyógyászati legalizációhoz kapcsolódó problémákról, illetve alternatív megoldásokról. Az elmúlt két évben, most már több mint két év, elindítottam egy Facebook oldalt, ahol saját motivációra elkezdtem megosztani ilyen információkat, kutatásokat, más betegek, illetve olyan emberek beszámolóit, akik már rendelkeznek tapasztalattal, olyan híreket és történeteket fordítottam le magyarra, hogy a magyar betegeknek is elérhető legyen, ami segít abban, hogy jobban megismerhessék az emberek a tudományt, és hogy milyen tapasztalatok vannak jelenleg ebben a témában. Az előttem elhangzott prezentációk szerencsére nagyon sokféle információt szolgáltattak a tudományos háttérről, úgyhogy én ebbe kevésbé fogok most belemenni. Viszont, hogyha valaki később érkezett, és valamit nem ért, akkor legyen szíves, menjen fel arra a weboldalra, amit majd a prezentációban is meg fogok osztani, vagy később felteheti a kérdéseket is. Ugye szó volt már az ősi gyógyászatról, illetve a cannabis milyen régóta és milyen betegségek esetében volt használatos. Ebben nem fogok újra belemenni, erről volt már többször is szó. Amiről nem volt szó, az, hogy ez nem csak más országokra, hanem ugyanúgy, mint ahogy a jelenben is Magyarország vonatkozásában is előfordult, tehát vannak ősi magyar gyógymódok, amikben elég pontos feljegyzések vannak arról, hogy milyen formában használtak különböző cannabis készítményeket, és azt a listából jól lehet látni, hogy ezek pontosan azok a betegségek, amikről ma is tudjuk, hogy használható, illetve amikről most már kutatások is vannak, és bizonyítják, hogy jól használható. A mindössze pár hónapja megalakult Magyar Orvosi Cannabis Egyesület célja, hogy a cannabis gyógyászati használatát előre mozdítsa Magyarországon. Úgy gondoljuk, hogy összefogásra van szükség, hogy elérjük ezt a célt, valamint szükség van egy szervezetre, ami képviseli azokat a betegeket, akik szeretnének gyógyászati céllal cannabiszt használni. Emellett szeretnénk minél széleskörűbb tájékoztatást adni a klinikai kutatásokról, személyes történetekről. Szeretnénk bevonni ebbe minél több szakembert, orvost, tanulót és mindenkit, aki érintett ebben a témában. Szeretnénk megosztani a tapasztalatokat egymás között, hogy jobban megértsük, hogy hogyan lehet használni ezt a gyógyszert, és hogy mire kell figyelni, hogy milyen adagolásokat érdemes használni. Illetve arról is az is az egyik célunk, hogy megismertessük azokat a lehetőségeket, amikkel kialakíthatjuk azokat a törvényeket, amik a betegek érdekeit jobban szolgálják, mint jelenben. A tájékoztatás fontos része a betegeket támogató szervezetek bevonása. Az első próbálkozások sajnos sikertelenek voltak. Ezeket az ismereteket a legtöbb alapítvány Magyarországon elutasítja, az ilyen információkat pedig, az ilyen információk megosztását pedig nem engedélyezi.
ez nem azt jelenti, hogy nincs erre lehetőség, valószínűleg másképpen kell megpróbálnunk, és erre lesz majd egy alkalmunk, hogy ezt kitárgyaljuk a kerekasztal beszélgetés során is, hogy megismerjük, hogy más országokban ez hogyan történt. Véleményünk szerint ez legalább annyira fontos, mint amikor egy ilyen szervezet a legújabb gyógyszeres kezelésekről vagy műtéti beavatkozásokról tájékoztatja a betegeket, amit azért tesz, hogy segítse gyógyulásokat, valamint hogy tájékoztassa a hozzátartozókat azokról az információkról, aminek alapján megalapozott döntéseket tudnak hozni arról, hogy milyen kezeléseket választanak. Célunk az is, hogy az egészségügyi szakmában dolgozókat is bevonjuk ezekbe a tájékoztatásokba, és segítsük az oktatás ilyen irányú bővítését és fejlesztését. Tudjuk, hogy már most is vannak olyan orvosok, ápolók, terapeuták, akik érdeklődnek a téma iránt, és szeretnénk őket bevonni ebbe az összefogásba, ami biztosítaná a szabad információ megosztást, vagy például a nyílt és őszinte párbeszédet beteg és orvos között. Ez a párbeszéd elengedhetetlen az egészséges viszonyhoz, aminek lennie kell egy beteg és az őt segítő orvos között. A tájékoztatás akár olyan módon is történhet, hogy a beteg ösztönzi az orvost, vagy felkelti az érdeklődését egy olyan téma iránt, ami egyre többet jelenik meg a szaklapokban, a tudományos konferenciákon vagy a médiában. Nyugodtan meg lehet kérdezni az orvost, hogy mit tud erről a témáról. Hallott-e már róla, szeretne többet tudni, el lehet mondani, hogy ez egy átfogó fiziológiai rendszer, ami szinte minden betegség szabályozásában részt vesz, ezért szükséges, hogy minél többet tudjunk róla, meg lehet vele osztani a kutatásokat, klinikai vizsgálatokat, videókat, beszámolókat, vagy akár a saját tapasztalatainkat is. Fontos megismerni, hogy Magyarországon ennek a témának milyen vonatkozása van, kiket érint, van egyáltalán jelentősége a számok alapján. Az Alzheimer-kór egy széles körben elterjedt betegség, és egyre több embert érint. Egészen idén januárig csak állatkísérletekben bizonyították a kannabisz hatásosságát, de most már rendelkezésre áll az első klinikai tanulmány is, ami bizonyította a THC használata ígéretes és biztonságos kezelés az Alzheimer-kór összefüggő tünetek kezelésében. Az epilepsziáról már szó volt korábban, ez az egyik olyan betegség, amiről már egészen széleskörű bizonyítékok vannak. Több betegektől származó jelentés, állatkísérlet, klinikai tanulmány is bizonyítja a kannabisz hatékonyságát és biztonságosságát. Ezek az ismeretek nem korlátozódnak a CBD-re, a THC-ról, illetve más kannabinoidokról is egyaránt kimutatták, hogy rendelkeznek epilepszia ellenes hatással. A szklerózis multiplex volt az első olyan betegség, amiről a klinikai vizsgálatokban kimutatták, hogy a kannabisszal lehet kezelni, illetve hogy ez a kezelés biztonságos, és azóta már több tucat ilyen kutatás is készült. A rákbetegség, a rákkal összefüggő tünetek és a kemoterápia mellékhatásainak kezelése mind széleskörűen kutatottak. Mindhárom esetben vannak klinikai vizsgálatok, a rák kezelésében is, bár eddig csak egyetlen egy klinikai vizsgálat készült, de ebben bebizonyították, hogy biztonságosan használható. Ebben az esetben agydaganatot vizsgáltak meg THC-val kezelték az agydaganatokat, és azt is bebizonyították, hogy az előzőleg állatkísérletekben kimutatott mechanizmusok, illetve hatásosság itt is megjelenik. Jelenleg több humán klinikai kutatás is folyik ebben a témában. A diabétesz egy népbetegség, amit a számok is jól mutatnak. Eddig számos állatkísérlet készült, valamint klinikai kutatás emberekkel, jelenleg pedig több ilyen kutatás is folyamatban van. A hatékonyságot és a biztonságosságot minden ilyen kutatásban bizonyították. Ezek a klinikai kutatások nem titkosak, meg lehet őket nézni a clinicaltrials.gov weboldalon, rá lehet keresni a kannabiszra és a betegségekre, és meg lehet nézni, hogy milyen eredmények születtek. A gyógyászatban fontos szerepe van a megelőzésnek, a kannabisz és az olyan kenderkészítmények, mint például a kendermagolaj, megelőző hatással van a legtöbb olyan betegség esetében, amiknél a kannabisz kezelést nyújt. Ez szoros összefüggésben van a már korábban elhangzott endokannabinoid rendszerrel.
A korra járó megbetegedések, a szív- és érrendszeri betegségek, az autoimmun betegségek, a fájdalombetegségek, a bakteriális fertőzések jól kezelhetők és megelőzhetők kanabisszal. Az olyan sérülések esetében, mint például a csonttörés vagy az égési sérülés, a kanabisz szintén nagy segítséget tud nyújtani. Elindítottuk az orvosikanabisz.com weboldalt, ahol magyarul is elérhetők ezek az információk. Szeretnék mindenkit ösztönözni, hogy látogasson el erre az oldalra, használja a keresőt, és minél alaposabban tájékozódjon a megszerzett információkat, pedig minél több emberrel, köztük elsősorban az egészségügyi szakemberekkel is megosszák, hogy bővülhessen a tudásuk, amivel betegeket segíteni tudják. Az oktatás egy nagyon fontos része a tájékoztatásnak, persze ez nem csak a gyerekekre vonatkozik, de velük se féljünk beszélni őszintén erről a témáról, mert erre is nagy szükség van. Ha féltjük a gyerekeinket attól, hogy rossz döntéseket hoznak, akkor a legjobb, amit tehetünk, hogy felvértezzük őket a tudással, aminek birtokában jó döntéseket hozhatnak. Emellett hasznos lehet megismertetni őket ennek a növénynek a sok színűségével, nem csak az orvosi felhasználásról, de minden olyan területtel, ahol képes lehet segíteni a gazdaságot, a társadalmat és a környezetünket. Ez a növény az emberek, illetve az állatok mellett a föld gyógyítására is alkalmas. Az oktatásba természetesen be kell vonni az egészségügyi dolgozókat, tanulókat. Ismeretterjesztő konferenciákat kell szervezni, kutatásokat ösztönözni és megteremteni a finanszírozást ezekhez a projektekhez. Ezt a tudományt jelenleg semmilyen formában sem tanítják az orvosi egyetemeken, ápolóképzőkben, természetgyógyászatban, ami egy nagy veszteség mindenki számára, tekintettel többek között arra, hogy a magyar kutatók világhírűek a kanabinoid kutatás területén, amit tovább lehetne bővíteni, például az eddig hiányzó gyógyászati kutatásokkal, amik betegségek kezelésében vizsgálják a kanabisz használatát. Nem feltétlenül van szükség arra, hogy megvárjuk, amíg ezek a kutatások más országokban lezajlanak. A kanabisz gyógyászati felhasználásának jelentős pozitív társadalmi hatásai is lehetnek. A közmunkával foglalkoztatottak olyan munkát végezhetnének, amivel egészségügyi problémával küzdő embertársaikat segítik. Képzeljük el, hogy ennek milyen ösztönző és szociálisan fejlesztő hatásai lehetnek. Emellett azok a betegek, akik jelenleg hátrányos helyzetük miatt nehezen, vagy egyáltalán nem kapnak munkát, és nincs lehetőségük saját orvosi ellátásokat finanszírozni, részt vehetnének abban a folyamatban, ami a saját kezelésüket segíti. Ennek már önmagában is jelentős terápiás hatásai lehetnek. Sokszor felmerül a kérdés, hogy vajon mit kockáztatunk azzal, ha engedélyezzük a kanabisz használatát a gyógyászatban. Azt tudni lehet, hogy más gyógyszerek használata nem befolyásolja komolyan a társadalom egyéb rétegeinek kábítószer használatát, az utcán nincsen morfium probléma vagy kemoterápia probléma. Van viszont probléma a betegek gyógyszerfüggőségével, erről ugye nemrégiben több kutatás, illetve hír is megjelent, és ez egy olyan dolog, amivel mindenképpen foglalkozni kell. Egy kicsit később megnézzük, hogy mit mutatnak a kutatások, vajon a betegek kanabisz használata gyógyászati szempontból okozhat-e függőséget, és hogy ez a félelem mennyire valós. Azonban azt mindenképpen tisztázni kell, hogy mi a fontosabb, törődni azokkal a betegekkel, akiknek az egészsége és életminősége javulhatna egy ilyen kezeléstől, vagy az, hogy a berögződött félelmeknek utat engedve meggátoljuk őket a kanabisz használatában. A szabályozásra természetesen szükség van. El kell döntenünk, hogy milyen betegségekre engedélyezzük a kanabisz használatát. Az előttem elhangzott előadásokból, valamint az elmúlt 50 év kutatásaiból kivehető, hogy a kanabisznak és a működésének alapjául szolgáló endokannabinoid rendszernek minden ember számára ismert betegségben jelentős szerepe van. A korábban felsorolt bizonyítékok, a több ezer kutatás és vizsgálat a betegségek olyan széles skáláját fedik le, hogy egyszerűbb lenne azt megállapítani, milyen betegségek esetében nem használható a kanabisz. Sokszor elhangzik az az érv, hogy ha a kanabiszt engedélyezik, akkor hirtelen mindenkinek elkezd fájni a háta, vagy hirtelen mindenkinek menstruációs panaszai lesznek. És valóban Kaliforniában láthattuk ezt a problémát, ahol egy időben, mindössze 10 perces vizit után már meg lehetett kapni az orvosi kanabisz kártyát, és már lehetett is menni vele a gyógyszertárba. Azonban, ha számba vesszük,
hogy a tudományos ismeretek alapján hány betegség kezelésére alkalmas a kanabisz, akkor több száz betegségről és orvosilag kimutatható tünetről beszélünk. Az nyilvánvaló, hogy annak megállapítása, hogy valaki rendelkezik olyan betegséggel vagy tünettel, aminek esetében javasolható a kanabisz használata, szakemberek bevonásával kell, hogy történjen. Azonban azt a döntést, hogy valaki milyen kezelést szeretne használni, mindenkinek alapvető joga van meghozni. Nem függhet attól, hogy a törvény vagy a társadalom mit engedélyez neki. Milyen forrásból származzon a kezelésre használt kanabisz? Szerencsére több lehetőség is van, ahogy az korábban el is hangzott már. Vannak szintetikus kanabinoid gyógyszerek és gyógyszerészeti forrásból származó készítmények is. Ezekre szükség van. Azonban van egy harmadik lehetőség is, ami a társadalom számára nehezebben elfogadható, viszont betegjogi szempontból jelentős és egyes esetekben olyan alternatívát tud nyújtani, amit a másik két lehetőség nem. Az otthon vagy az erre kialakított gazdaságokban való termesztés költséghatékony, ellenőrizhető és megadja a betegeknek azt a szabadságot, hogy maguk válasszák meg, milyen fajta kanabiszt és milyen formában szeretnének használni. Erre jól működő példa a már egyre jobban elterjedt ipari kender termesztése, ami szintén szabályozott és ellenőrzött körülmények között történik. Tisztában vagyok azzal, hogy ez sokaknál kiveri a biztosítékot, azonban az ipari kender nem az egyetlen olyan termék, aminek előállítása és felhasználása otthon történik, ugyanakkor megfelelően szabályozott és ellenőrzött. Most pedig nézzük meg, hogy milyen kanabiszból készült gyógyszerek vannak. Jelenleg az egyetlen, vagyis a legjobban ismert cég, az a GW Pharmaceuticals, ami egy angol székhelyű gyógyszercég. A kanabiszt Angliában termesztik, és az abból készült gyógyszereket ott is állítják elő. A GW szabadalmaztatott kanabinoid gyógyszerek gyártásával foglalkozik, olyan betegségek kezelésére, mint a fájdalom, a rák, a cukorbetegség és az epilepszia. Ezekről a betegségekről szó volt korábban, készültek róluk kutatások. Van magyar vonatkozása is ennek a cégnek. Bíró Tamás professzor a Debreceni Egyetemről a GW támogatásával végez kutatásokat, illetve korábban elhangzott dr. Kelemen Anna által ismertetett klinikai kutatás epilepsziás felnőttekkel. A GW egyszerre több gyógyszer fejlesztésével is foglalkozik. Lehet látni, hogy nem csak epilepszia vagy szklerózis multiplex esetében, de egyéb betegségeknél is, többek között például agydaganatnál, ahol nem a kemoterápia tüneteit szeretnék kezelni, vagy a rákkal összefüggő fájdalmat, vagy egyéb tüneteket, hanem magát a betegséget, ami azt jelenti, hogy ebből egy agydaganatra alkalmas, agydaganat kezelésére alkalmas gyógyszer fog készülni. Nézzük meg, hogy milyen gyógyszerek vannak, amik már forgalomban vannak. Az első a Sativex. Akkor belehúzok egy kicsit. Tehát két fő olyan gyógyszer van, ami már forgalomban van. Az egyik a Sativex, a másik az Epidiolex. Mind a két gyógyszer kanabiszból készül, mind a két gyógyszert a GW termeszti, mind a kettő szabadalmaztatott, tehát ez az első olyan alkalom, amikor egy gyógyszercég képes arra, hogy szabadalmat jegyezzen be egy növényi összetevőre. Ezt fontos megismerni. Ugye szó volt arról, hogy milyen vizsgálatokra van szükség arra, hogy megállapítsuk valamilyen gyógyszernek a hatékonyságát vagy biztonságosságát. Harmadik fázisú klinikai vizsgálatokban ezeket a megállapításokat tették a Sativex-szel kapcsolatban. Itt jól lehet látni, hogy a tünetek súlyosságát csökkenti, javítja a betegek életminőségét. Ami fontos, az előttem elhangzó előadásokban is szó volt róla, hogy milyen elvonási tünetekkel járhat egy gyógyszernek a kezelése. Ezekben a kutatásokban azt mutatták ki, hogy nincsenek elvonási tünetek, még hirtelen megvonás esetén sem. Nincsen abúzus potenciál, ami azt jelenti, hogy a Sativexet használó betegeknél nem alakul ki élvezeti célú kanabisz használat, összehasonlítva a placebót használó betegekkel. A mellékhatások általában enyhék és mérsékeltek, pár napon belül elmúlnak, még akkor is, hogyha kezelés folytatódik.
Az Epidiolex a másik gyógyszer, erről szó volt már ma is, ezt ugye epilepszia kezelésére hozták forgalomba. Ez egy nagyjából 98%-os tisztaságú CBD kivonat, ami közel ugye izolált minőségű. Hatóanyagtartalma 100 mg per milliliter, és etanolban van feloldva. Érdemes megegyezni, hogy az etanol egy idegrendszert irritáló szer. A klinikai vizsgálatokban 20 mg per kilogram hatóanyagot adtak be a résztvevőknek. A kezelés végére a résztvevők 12%-a lett rohammentes, és nagyjából 10%-uknál nem volt semmilyen klinikai hatás. Ez a vizsgálat szintén kimutatta a biztonságosságot gyerekeknél és fiatal felnőtteknél is, különféle epilepszia szindrómák esetén. A legnagyobb rohamcsökkenést pedig a Dravet szindróma esetében érték el. Az Epidiolexről és a Sativexről is azt kell tudni, hogy nem az olcsó gyógyszerek kategóriájába tartoznak, bár ideális esetben ugye ezt a TB finanszírozhatja. Nem tudom, hogy be kell-e már fejeznem. Igen. Akkor gyorsan összefoglalom egy pár szóban, hogy mi az, ami még hátra maradt, ami egy elég nagy rész, úgyhogy lehet, hogy kicsit gyorsan fogok beszélni. Azt tudjuk, hogy... Ami még fontos, Izraelben készült tavaly egy kutatás Lumir Hanush közreműködésével, ami arra irányult, hogy összehasonlítsa a tiszta, izolált CBD hatásosságát egy CBD-dús kanabisz növényből készült teljes növényi kivonatéval egerekben. Az eredmények azt mutatták, hogy a vizsgálat gyulladás és fájdalom csökkentésében a tiszta CBD-ből nagyon nagy és egy adott dózisra volt szükség ahhoz, hogy hatást érjenek el. Ha ezt a bizonyos dózist nem sikerült eltalálni, tehát túl keveset vagy túl sokat adtak belőle, akkor nem volt hatásos. Azonban a teljes növényi olaj esetében, ha keveset adtak, akkor kis hatás volt, ha dózist növelték, akkor a hatás is folyamatosan nőtt. Ez egy olyan hatás, ami orvosi, klinikai és farmakológiai szempontból is előnyösebb, mint a tiszta vegyületek esetében. Szerettem volna még beszélni az alternatívákról. Ez azért lenne fontos, mert a jelenlévők között is vannak többen, akik érdeklődnek, hogy milyen alternatívák vannak abban az esetben, hogyha jelenleg nem férhetnek hozzá ezekhez a készítményekhez, illetve a hozzánk érkezett megkeresések nagy része is arról szól, hogy milyen ilyen lehetőségek vannak legális készítményekből. Itt azt szerettem volna bemutatni, hogy vannak olyan készítmények, amik bár kisebb vagy kevesebb hatóanyagot tartalmaznak, mint a klinikai vizsgálatokban szereplő gyógyszerek, azonban ezek teljes növényi kivonatok, és a külföldi tapasztalatok, leginkább Amerikában szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek standardizálhatók. Ugye erre jó példa a sokak által ismert Charlotte's Web, vagy Jaden's Juice, vagy a Hayley's Hope. Az utóbbit elég jól ismert, egy elég nagy nevű kórház, a John Hopkins kórházban is engedélyezték, miután megvizsgálták a biztonságosságát, illetve a tisztaságát. Ez jól mutatja, hogy a standardizálás megfelelő odafigyeléssel lehetséges. Ugye fontos beszélni arról, hogy mire figyeljünk ilyen termékeknek a vásárlásánál, vagy hogyha ilyen termékeket próbálunk találni. Mivel Európában nincs még mindenfajta kanabisz engedélyezve, ezért itt általában csak ipari kenderből készült termékeket lehet beszerezni. Bár az ipari kender elsődlegesen nem növényi kivonatok készítésére alkalmas, de megfelelő technológiával, ellenőrzéssel és átláthatósággal lehetséges akár gyógyszerészeti minőségű kivonatok előállítása is. Figyelni kell arra, hogy az ipari kender egy bioakkumulátor, tehát felszívja a szennyeződéseket a földből. Ezért nagyon fontos, hogy minden esetben megbizonyosodjunk arról, hogy organikus termesztésből származnak ezek a készítmények. Ezeket labortesztekkel lehet ugye megvizsgálni, ezeket a gyártóknak kötelességük megosztani az emberekkel, és erről majd bővebben beszélünk a kerekasztal beszélgetésben. Köszönöm.